tehát nagyon, egy nagyon kemény mérkőzésen sikerült a végén begyűjteni a három pontot egy nagyon masszív ellenfél ellen, akik életveszélyesen kontráztak. Gondolok itt a Mátyásra, a Szitára, meg a felfutó szélsőkre, tehát nagyon nehéz volt őket tartani kontrából. Próbáltuk sokat birtokolni a labdát, viszont a támadó harmadban sokszor elfogytunk. A második fél időben próbáltam embereket dobálni jobbra-balra, hál' Istennek a végén ez bejött, viszont az egyenlítőgól nagyon kellett a Kelemen Dorian gólja, az szenzációs volt, ahogy belépett a játékba, ahogy elrúgta a hosszúba, ezt szerintem a világ minden táján mutogatnák ezt a gólt, szenzációsan eltalálta. Hát a végén pedig kértem a játékosokat, hogy próbáljuk beívelni a Raúlnak, a Raúlt feltoltam, a Tari Raúlt, beívelték, sikerült, hosszú a lába, belenyúlt, bekampiszta, megnyertük. Szerencsénk is volt benne nyilvánvalóan, de a csapat óriásit küzdött, tehát az egész felkészülésünknek ez volt a csúcspontja, hogy az első mérkőzést Ájstánk le tudtuk hozni győztesen, és megyünk tovább, és lehet, hogy sokan megmosolyogták azt, hogy én az 1-4 helyet tűztem ki célul, majd a végén azt azért majd még meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Nyilvánvalóan nagyon sok nehéz mérkőzésünk van, itt van például a somosi hétvégén, ahol igaz, hogy egy megye-3-as csapat ellen fogunk játszani kupába, de ott is 100%-ot kell nyújtanunk majd ahhoz, hogy sikerüljön a továbbjutás, aztán pedig Karancslapújtő idegenben, nem is mennék tovább bele a dolgokba, tehát minden meccs nagyon nehéz, sajnos most is voltak hiányzóink, itt a Lipták, az Ozsovszki, a Bocsi nem tudtak részt venni a mérkőzésen, de ennek ellenére, aki a csapatba ma a pályára lépett, az maximálisan mindent megtettek, hogy óriási gratuláció a csapatomnak, és természetesen óriási gratuláció az ellenfélnek és az ellenfél edzőjének. Egy nagyon jó csapata van, nem véletlenül voltak másodikok. Ma ide billent a mérleg nyelve. Kívánok nekik további sok sikert, mi pedig dolgozunk tovább, folytatjuk azt a munkát, amit elkezdtünk itt Pásztón. Hát két ellentétes félidőt látunk, én úgy gondolom, hogy az első félidőben több olyan lehetőségünk volt, amikor tudtuk volna növelni az előnyünket, ezt nem sikerült megtennünk. Kijöttünk a második félidőbe, azt mondom, hogy ránk erőltette a Pásztó az akaratát. Szerintem egy kiegyenlített mérkőzés sikerült a hazai csapatnak megnyernie, amihez gratulálok nekik, és további sok sikert!